Ez az oktatási koncepció látványosan megbukott, ezért azt gondoljuk, hogy Hoffmann Rózsának mennie kell. A 20 éves egyetemista Polgár Dóra a hallgatói hálózat aktivistája volt. Majd innen átlépett az Új Korcsoport civil szervezetbe, mely októberben kiáltványban állt ki Gyurcsány Ferenc mellett. Korábbi társai ezért elhatárolódtak tőle. Ők azt gondolták, hogy semmilyen kooperáció nem lehetséges pártokkal. Még mi azt gondoljuk, és azért is adtuk ki az Új Korcsoport nevében a kiáltványt, azt gondoljuk, hogy a törvényhozás és a képviselet pártokon keresztül történik a parlamentben. Ezért hatékonyan úgy tudunk döntéseket befolyásolni, hogyha számítunk arra, hogy parlamenti pártok felkarolják a kezdeményezéseinket. A Polgár Dórának most mi a célja, és mihez fog csatlakozni, és mit fog csinálni? Polgár Dóra az Újkorcsoporthoz csatlakozott, ezt csinálom, és egyelőre most kielégítőnek tartom azt, hogy egy kicsit közelebb mozdultunk a politikai pártokhoz, hogy például javaslatokat teszünk, szakpolitikai javaslatokat teszünk. Akkor nem ti vagytok a Gyurcsányék új generációja? Új generáció? Nem gondolom, hogy mi lennénk Gyurcsányék új generációja. Nem, ez is egy civil szervezet, nem fogunk csatlakozni intézményi szinten, azt gondolom senkihez. Semmilyen szerepem nincs a demokratikus koalícióban, nem vagyok pártag, nem is tervezem a közeljövőben. Tudom, ez most nagyon izgalmas, pletyka. Nem. És ez nem zavar, hogy terjednek rólad ezek a képek, ahol ott vagy demokratikus koalíciós fórumokon? Hát Istenem. Tehát, hogy az ember elmegy valahova, és aztán lefotózzák. Most például Indexes Társaságban vagyok, nem is tudom, csinál-e valaki rólunk fotót. Tehát, hogy... Mi most a véleményed a demokratikus koalícióról? Azt gondolom, hogy én nagyon örülök neki, hogy a demokratikus koalíció megalakult, mert az MSZP összességében nem egy vállalható párt. És azt érzem a demokratikus koalíción, hogy az benne a jó, hogy valahogy felszabadul ettől a teher alól. Ettől a baloldali, populista, balra kiszólunk a pénztárcának mentalitás alól. Ezért én örülök neki, hogy van demokratikus koalíció. De egyébként a Gyurcsány kormányzás sikeresnek tartottad a Gyurcsányféle kormányzást? Nézd, nagyon nehéz megítélni. Azt mondani, hogy sikeres, ez nem lehet azt mondani, hogy sikeres volt. Sok mindent nem sikerült megcsinálni, sok mindent sikerült megcsinálni, sok minden nem tiszta, mai napig nem tiszta, például 2006 megítélése. Mégis azt gondoljuk, hogy Gyurcsány Ferenc az a politikus, az az egyedüli politikus, akinek az elmúlt években konzisztensek voltak az értékei, és ezeket az értékeket mi is valljuk, és ezért neki mindenképp helye van egy baloldali, demokratikus koalícióban, ami leválthatja Orbán rendszerét. Emellett álltunk ki. Milyen szerepet szánsz magadnak? És én úgy veszem észre, hogy valahogy átütötte az egyetemisták enger küszöbét, és ugye eljutott, hogy van itt egy lány, akit látunk minden nap, és ő mond dolgokat a felsőoktatásról, talán remélem sokaknak tetsző dolgokat, például most a tandíj kapcsán, és ezt mindennél fontosabbnak tartom, mert hogy súlyosnak érzem ezt az apátiát, ami az egyetemen van, és hogy fel kell őket rázni, és ha ez így lehet, és ha én ennek eszköze lehetek, akkor ennek örülök, és ezt szeretném csinálni.